Hát igen, egy művésznővel szolgálunk önöknek mára, Kálai Bori színművésznő. Aztán megkérdezem a művésznőt, hogy őt színésznek, operett primadonának, vagy minek kell hívni, és akkor üdvözlöm itt a stúdióba, kezét csókolom. Én is üdvözlöm önöket. Ugye tudja, hogy milyen televízióban van. Olyan. Európa, illetve Magyarország első zsidó közösségi televíziójában, de ön már annyit játszott zsidóknak is, és nem zsidóknak is, úgyhogy az én egyik gyerekem az egy nyelvzseni, és azt mondta, hogy adjam át az üdvözletet. Nem szoktunk privatizálni, de azt mondta, hogy maga az egyik legjobb növendéke volt. Miért tanította magát? Hát hol találkoztak egyáltalán? Az Operett Színházzal kint voltunk Tel Avivban, a gyönyörű operaházban, a Csárdás királynőt játszottuk legalább 14-szer egymás után. És hát aki a feliratozást csinálta és fordította ivritűre vagy héberre a Csárdás királynőt, hát összetalálkoztunk, és én nagyon szerettem volna ivritül vagy héberül elmondani egy jelenetet. És hát először nem nagyon bízott bennünk egyébként, mert azért elég nehéz nyelv ez. Majdnem lehetetlen. Na a lényeg az, hogy azt mondtam, hogy bejárunk próbára, és tanítsa meg nekünk. És bizony vagy kétszer-háromszor leültünk több órára is, és tökéletesen megtanította nekünk, és mi úgy sajátítottuk el a hangsúlyt, azt a fajta szövegmondást, hogy a közönség tökéletesen értette. Óriási sikerünk volt, de óriási sikerünk. És a többi kollega nem nagyon gondolta azt, hogy most minek törje magát, hogy héberül beszéljen. Másnap már ők is szerettek volna. De hát akkor már mekkora tomboló siker igen. volt. És értette a közösség. Hát ez csodálatos dolog volt. Ha jól tudom, akkor hamarosan újra Tel Avivba lépnek fel. Így van. Szintén az Operett Színház a Marica grófnőt fogja játszani. Legalább két héten keresztül szintén az Operaházba. Egyébként ez már szinte egy hagyomány, mert azóta is, hogy a Csárdás királynővel elkezdtük, minden évben visz valamilyen operettet a színház, és hát mindenki boldogan játszik ott. Először is csak gyönyörű a helyiség. Hát egy operaház. Igen, hát és gyönyörű. Igen. És nagyon jó a hang is. Igen, és nagyon szereti a közösség, és mindig telt ház van. És még olyan is történt a Csárdás királynő esetében, sőt azt hiszem tavaly előtt a Bajadér esetében is, hogy annyi jegyigény volt, hogy muszáj volt még két-három előadást berakni, és hát számunkra az egy óriási dolog volt. Volt, hogy 10:30-kor kezdődött, volt, hogy 1:30-kor, volt, hogy 5:30-kor, és ami hát számunkra őrület volt, 10:30-kor este. Úgyhogy én például... 10:30-kor, mert meg kellett várni, amíg a szombat kimegy. Hát, ez szombat este hát, volt. Igen, azt hiszem, hogy igen. És én például a második felvonásba kerülök a színpadra, és azt hiszem, hogy 11:30 után énekeltem a Hajmási Pétert, még ilyen sem volt. Úgyhogy, dehogy nem, de remek, szilveszteri hangulat. Egy igen. Nagyon jó közönség, hisz az orosz bevándorlók, nem beszélve a törzsgyökeres magyarokra, a történelmi Magyarországról elszármazottak, azok alig várják a pillanatot. Hogy... Ó, de hát nagyon sok helyi lakos is van, akik eljönnek ezt megnézni. Hát két nyelven van feliratozva, ugye, hála a fiának, ugye héberül és angolul is. De ha jól tudom, akkor majd önökkel mennek Kínába is hamarosan, és kínaiul fogják a dalbetéteket megtanulni. Segítsen nekem, én ugyan már találkoztam önnel, meg véresre tapsolom a kezemet, hogyha a színpadon van, sőt, vannak debreceni barátaim, akik úgy beszélnek önről, mint egy unikumról a Debrecen fémjeléből. A múlt héten itt volt nálunk egy nagyon kedves színész, Heller Tamás, akinek az életrajzába ön egy komoly helyet foglal el. Arról nem beszélve, hogy ugyan ön egy fiatal nő, de 50 éve volt a színpadon pár hónappal ezelőtt, és elmondta a nagy meglepetés. Mi volt ott a meglepetés? Az összes volt partnerével színpadra lépett? Igen, hát visszatérve az én életemben is komoly helyet foglal el a Heller Tamás, mert hát ugye gyerekkori pajtásként Debrecenbe kezdtünk mind a ketten a színházat, és őt is odaszerződtették később. Én előbb érkeztem, és 7 évig voltunk igazán partnerek, tehát táncos komikus szubrett partner. És hát azóta is jó barátok vagyunk,
és folyamatosan van, ahol összetalálkozunk és föllépünk, de barátilag együtt van a család, és szoktunk összejárni. Ennyit a Tamásról, és hát órákig tudnék róla beszélni, mert fantasztikus ember, és fantasztikus partner és kollega is. Ez tuti. Akkor bízok benne, hogy ön is nézni fogja a televíziónkat, hisz hamarosan indul egy új műsor itt a Heti TV-be, aminek az lesz a neve, hogy a Zsidó Kabaré, ahol az egyik a Beregi Péter, Heller Tamás és egy meglepetés rendező, aki rendezi őket, korabeli dolgokat felújítva, kicsit lerázva a port, úgyhogy szenzációs az. Hogy is kell szólítani ön tulajdonképpen, hisz ön prózai szerepeket is nagyon jól el tudott játszani. Én színésznőnek tartom magam, maradjunk ennyiben, mert hiszen az 50 év alatt, amit az előbb utalt rá, igen, november 26-án a Vigadóban volt egy csodálatos koncertem, ami az 50 évemet felfűzte egy bizonyos szárra, és én ott megpróbáltam minden műfajban, amiben játszottam, abban jelentkezni ott. Avassa be a nézőinket, mondjon erről valamit, mi mindent játszott az 50 év alatt. Ó, hát sok mindent. Elsősorban szubrett voltam ugye az első 15-20 évben, de már az alatt, az évek alatt is. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy bennem korán megszólalt az a bizonyos vészcsengő, hogy mi lesz, hogyha elmúlnak a szubrett évek, és akkor mit fogok csinálni? Mert nagyon sok rossz példa volt előttem, hogy... Tényleg mi történik egy szubrettel? Nem tud, időben nem tud átállni, és időben nem próbálja ki magát egy más szerepkörben, ami a próza. Azon belül is ugye vannak mindenfélék, de ha nem próbálja ki, vagy ha nincs hozzá tehetsége, és nincsenek a képességei, akkor nagyon szomorú véget ér ez a szubrett. Évek, de önnél ez nem siker, így történt. Nem így történt, mert már nagyon korán kértem az igazgatóságot, hogy adjanak nekem prózai szerepeket, és amiket nem adtak ide, mert eleinte csak kicsiket kaptam, de úgy éreztem, hogy meg akarom, el akarnám játszani, vagy szeretném, de másra osztották ki, akkor én bizony szépen beültem a színházba, hátul a sorokba, megtanultam a szerepet, végigültem a próbákat, és aztán, amikor a premier után fölmentem a titkárságra, és azt mondtam, hogy ha bármi történik, de ne történjen, de ha bármi történne, akkor tudjanak róla, hogy itt vagyok, tudom a szerepet. Higgy el, hogy majdnem, vagyis szinte minden szerepbe be kellett ugranom, amiket eljátszottam, vagy amiket megtanultam előre. Amit kinézett magának. Igen, amit kinéztem magának. Hát nem voltam népszerű a színésznő körében, mit mondjak ezért, de ez engem nem érdekelt, mert végül is ezek a szerepek, és ezeken a szerepeken keresztül is rengeteget tanultam, és hogyha volt olyan, amit nem játszottam el, mert nem kellett beugrani, azt hiszem egy vagy kettő volt, abból is tanul az ember, és ezután jöttek bizony. Már alanyi jogon kaptam a prózai szerepeket, és azon belül minden műfajt játszottam. A bohózattól kezdve a társalgásig. Ez egy vidéki színháznak a sugallata? Hogyne, hát azért jó vidéki színésznőnek lenni többek között, mert sokat és sokfélét játszhat. De maga megőrítette a fővárost is. Mindegy igazi primadonna ott hevert egész Budapest a lábai előtt. Mikor érkezett Budapestre? Igen, én 85-ben érkeztem, de nem mint színésznő, hanem mint feleség. Én feleségnek jöttem föl Budapestre, és gyakorlatilag meg is szűnt. Ez hogy történt? A férje az nagyon nem szereti a bulvárt. Én meg nem vagyok egy bulvár újságíró, de azért avasson be minket. Meglátta magát a színházba, és magába szeretett, és azt mondta, hogy jöjjön el feleségnek Budapestre? Ó, hát ez azt hiszem, hogy egy másfél órás vagy két órás műsorra beszélhetnék erről a mi szerelmünkről, hogy hogyan is indult. Ez nem így történt. Én debreceni színésznő voltam, ő pedig híres televíziós Budapesten, és a debreceni Virágkarneválon találkoztunk, ahol én zsűritag voltam, a helyi üdvöske, ő pedig a zsűri elnöknek meghívták a 85-ös Virágkarneválon. És Vitrai Tamás félt akkor magától? Mert mint helyi üdvöske biztos az asztalra csapott. Ó, hogy... nem, én nagyon szerény lány voltam mindig, tényleg. Én nem de miért dobáltam volt a hajamat meg, mert ilyen alkatom van. Nem is az, hogy szerény, hanem én tudom, hogy mikor kell megszólalni, meg beszélni, meg mihez tudok hozzászólni. Én imádom a virágokat, azokat tudtam zsűrizni, de
a Tamás ott végül is az egészet úgy megformálta, hogy hogy is legyen ez, mert nem tetszett neki. És aztán volt egy ilyen munkaebéd után, amikor vége volt a zsűrizésnek, és akkor elkezdtünk beszélgetni. És akkor abból... kibontotta a haját, elengedte magát. És hát nem volt kibontva a hajam. Megbűvölt. De 37 éves voltam, és elég jól néztem ki biztosan. Ez így volt. De nem ezért lett, nem ezért szeretett belém. Azt mondja meg nekem, és önnek hogy tetszett? Hát ő tulajdonképpen, ő neki ahhoz, hogy belé lehessen szeretni egy nőnek, vagy akárkinek, ahhoz hallani kell őt. Abban a pillanatban kinyitja a száját, akkor jön belőle az értelem. Tudja, az a furcsa, hogy én éppen erről beszélgettünk valamelyik nap, hiszen most ünnepeltük a 30 éves évfordulónkat, hogy effektíve 30 éve, köszönöm, hogy 30 éve együtt élünk, hogy én már kislánykorom óta ismerem őt. Hát hiszen én láttam a televízióban, hallgattam a műkorcsolya közvetítést 16 éves koromban, és valaki nekem azt mondja egyszer, hogy na ez a bácsi, vagy ez az ember, férfi, fog, majd a te férjed lesz, akkor egyszerűen nem is tudom, nem hittem volna el, az biztos. Szóval én őt végig kísértem, én őt tudtam, hogy kicsoda, és neki fogalma sem volt arról, hogy létezik egy ilyen. És tetszett magának? Mint sportriporter? Igen. És mint... Vagy mint férfi. És nem csak... Nézze, ez egy, hogy mondjam, felnőttebb korban, amikor az ember már nem tinédzser, és nem a hirtelen fellobbanó óriási nagy szerelmeket éli át, az embernek sokkal fontosabb az, hogy mi van abban a másikban, mi van a fejében, a lelkében. De akkor önnek már gyermeke is volt. Igen, volt egy lányom. Hogy fogadta a lánya a nevelőpapát? Neki is hát, tetszett? Igen, de miután nagyon nehezen kerültünk mi össze, és voltak azért drámai fordulatok, ami összekerülésünkben. Ezt azért ne hagyjuk ki, igen. Nem, hát erről nem akarok olyan nagyon sokat. Majd másfél évig húzódott ez, hogy mi összekerüljünk, mert a Tamás nehezen, a körkülönbség miatt nehezen ugrott bele ebbe a harmadik házasságába. Az ember talál egy gyönyörű színésznő, gyerekkel minden készen van, csak szeretni kell. Nem úgy volt ez. Ő nős ember volt, ott is volt egy másik ember, akitől el kellett válni, akinek szintén van lelke, és megérinti ezek. Maga ennyire ember? Egy színésznő ennyire ember is tud lenni? Mi köze a színésznőnek az emberség? Hát, mert az emberek a színésznőkről valami egészen mást gondolnak. Én olyan színésznő vagyok, aki a színpadon a színésznő, de ott nagyon. Ezt szerettem és aztán, hallani. Amikor kijövök, akkor egyszerűen úgy szoktam mondani, na akkor most leveszem az operettet, vagy bármit, és onnantól kezdve én ugyanolyan civil ember vagyok, és nem is... Ezért 30 éve boldog házasságban. Pontosan, csak is így lehet, és így marad normális az ember az életben, azt hiszem, mert nem kell dobálni magunkat az utcán. Nagyon sokszor nem ismernek meg engem például az utcán, csak azt mondják, hogy olyan ismerős, hogy nem véletlenül a Kállai Bori, de ki sem merik mondani, mondom, de hát a szemüveg meg, ugye, hát nem vagyok smink, és egyáltalán másképpen. És milyen, amikor megismerik a férjét? Az nagyon jó érzés, hát miért engem is meg szoktak azért ismerni, de az nagyon jó érzés, és neki is az. Neki is az. Most meg különösen már ugye, hogy nagyon régen nincs a képernyőn, és már fölnőtt. Ha véletlenül találkozik vele, akkor mondja meg, hogy mi várjuk őt. Azt mondja el nekem művésznő, hogy és följött Pestre, és az operettbe azonnal leterítették a piros szőnyeget, és azt mondták, Kállai Bori csak magára vártunk. Nem így történt. Én 43 év után kerültem az Operett Színházba. Akkor most számolja ki, hogy hány éve vagyok ott. Tehát a pályafutásom 43. Én nem voltam színháznál, meg is szűnt a színházi életem körülöttem, viszont bekerültem a Vigadó Gála műsoraiba, az még nem az Interoperett, ami a híres Interoperett sorozat volt, hanem még Rigó László volt az igazgató, és ő csinálta ezeket a műsorokat. Szóval oda bekerültem, és akkor egy másik világ nyílt ki előttem. Elkezdtem járni külföldre ezekkel a műsorokkal, megtalálta
televízió, ez is nagyon-nagyon későn, de hál' Istennek még megtalált időben. A televízió időben. De láttam, mielőtt bejöttünk a stúdióba, egy 90 éves primadonnát is, még élete utolsó percében megtalált, bizony. A televízió, és ez egy isteni ajándék. Nem neki, hanem nekünk, hogy így legalább megmaradt. Őt végig megtalálta a televízió, ő világsztár volt. A magyar volt. Televízió világsztár volt, de a magyar televízió sokáig nem talált. Hát elég baj az, mert hát egy ilyen csodát, aki még és ennyi idős koráig élt, és énekelt, ami a fantasztikus. Akkor maradjunk a Kállai Bori féle csodánál. Vigadó, kinyílt a nagyvilág. Igen, jártam külföldre, és akkor megtalált a televízió, akkor elkezdtem. Egyébként közben mindig jártam vissza vidékre szerepeket játszani, és főleg zenés szerepet is, de prózai szerepeket is. Ott játszottam el a Lilió Muskátnét. Nem. Szolnokon, Kecskeméten, Székesfehérvárot, úgyhogy nagyon, nagyon jól a Karinti Színházban játszottam. Úgyhogy itt Pesten, de más színházba, Budapesten nem játszottam. És mondom, 7 vagy 8 éve hívott Kerényi Miklós Gábor az Anhilte szerepére az Operett Színházba, és hát azóta hál' Istennek kapom egymás után ott a szerepeket, és újra visszajöttek a zenés szerepek, amitől már ugye régen hát már meg akartam válni. Szóval legyünk őszinték, maga egy nagyon intelligens, nagyon szép, nagyon okos nő, de fizikailag ezt bírni kell. Egy 8 éves kihagyás után, hisz a színpadon nem elég csak odaállni és elénekelni, mert az inkább rádiós stílus, és maga aztán pörög és repül a színpadon. Igen, igen. És most, hogyha látta volna az 50 éves jubileumi műsoromat, az közösség nem tényleg kaptam föl. Jegyet. Igen. Hát, igen. Sokan kimaradtunk. Na, szóval, hát ott végig táncoltam olyan számokat is, amiket 20 éve meg sem mozdulok már jó szerint. Hogy csinálsz reggelente? Tornázik? Nem tornázom. Egyszerűen ilyen az alkatom. Tudom, hogy mit kell egyek, de mindent eszem, de mértékkel. Tehát nem kínozza magát. Nem, egyáltalán nem. És hát teszem a dolgomat, szóval mi lehet ez a kislányából? Mi lett a kislányomból? Hát a kislányom. Önkén, hogy elmondja. A kislányom, ő már azért egy felnőtt művésznő lett, és hát eleinte ugye óriási sikerrel kezdte a My Fair Lady-vel a Nemzeti Színházban, Elizát játszotta, de miután koloratúr szoprán hanganyaga volt, ezért átlépett az opera színpadra, és hát jöttek a varázslatosan csodálatos szerepeket játszott el, és aztán bizony férhez ment, jöttek a gyerekek. Megsúgom önöknek, hogy Fonyó Barbaráról beszélünk, bizony. De én azt szeretném, ha a mama mesélné el. Igen. És hát most is játszik, folyamatosan játsza az Operaház Fantomja női főszerepét, a Krisztint, játszik a Magyar Színházban, és hát jár föllépni ide-oda, ahova hívják, és boldog második házasságban él az első szerelmével, úgyhogy hál' Istennek most kerek az élete, úgy látom. És unokák? Az unokák nagyfiúk már, 18 és 14 évesek, úgyhogy ezt két fiatal nekem. Fonyó Barbarának 18 éves fiai van. Még hogy neki, de nekem ilyen unokáim vannak. Hát miért ne kellene ilyesmit elmondani, ha valaki 50 éve van a pályán, és rögtön hozzáteszik, hogy mikor kezdette, ugye, hát akkor rögtön tudják. Az emberek nem tudnak nem ez számolni. A lényeg. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy hány évesnek érzi magát, és mondjuk hány évtizeden keresztül tudja a nagy érdeműt szórakoztatni, határon innen és határon túl. Van-e valami olyan szerepe, ezt színészeknek állandóan felteszik, amit nagyon szeretne eljátszani, de szerintem magánál ilyen nem lehet, mert maga megtanulta, ha nem adták oda, és megvárta, ameddig megbetegedett. Igen, hát most nem tudok ilyet csinálni, mert nem vagyok olyan társulatban, ahol prózát játszanak, de igen, vannak olyan szerepek, nem kifejezetten konkrét szerepre nem tudok mondani, de vágyom a prózai szerepekre, és azokra a szerepekre, ami koromnak és képességeimnek valók. Tehát nagyon jó anya szerepek vannak, amiket már nagyon szívesen játszok, majd a nagymama szerepeket, amik kötelezőek lennének egy színésznő életében, hiszen amíg az ember lábra tud állni, egy színész, és megvan az agya, az esze hozzá, akkor az mindig is színész marad. Mindig. Azt mondja meg nekem, művésznő, hogy amikor vége van az előadásnak,
leveszi a sminket, még egy kicsit fürdik a tapsba, és utána hazamegy és kiszolgálja a férjét és hát az unokákat. Hát hogyne, és ő mindig megvár engem. Vagy várja a kapuban a férje, mint amikor hát még olyan is van, hogy bizony kinyitja a nagykaput és leviszi a kocsit a garázsba, mert bocs, most van egy új autóm, de egy kicsit szélesebb, mint a múltkori volt, és nem merek lemenni vele a elég szűk garázsban. Szóval igen, megvár engem mindig. Ki kell az oldalát a háznak rúgni. Azt nem lehet, mert főfalak vannak, szóval azért elég bonyolult, de ő kibe tudja hordani. És akkor megvár, és kiülünk a konyhában, na olyankor eszünk, mert egyébként sosem szoktunk vacsorázni, de amikor játszom, vagy neki van esti elfoglaltsága, akkor bizony kiülünk a konyhába, én kipakolok, szépen előkerül a pálinka is, és egy kis sört is iszunk hozzá, vagy esetleg, ha ezek nincsenek, akkor egy kis bort, de és akkor végigbeszélgetjük azt, hogy mi történt, én elmondom, ő végighallgatja, és fordítva, és így van. És ha megkérdezni azt, hogy mi a jó házasság titka, jól tud hallgatni. Jól is kell tudni hallgatni, meg kérdezni is, és odafigyelni a másikra, és kíváncsinak lenni arra, hogy a másik mit csinál. És végig kell azt rendesen és érdeklődve hallgatni. Tehát tulajdonképpen a jó házasság titka a jó kommunikáció? Igen, és mondtam, a kíváncsiság, hogy a másik mit csinál, éppen hogy van. Szóval akkor én beszélgetni kell tovább. Nagyon. Azt mondja nekem, hogy egy olyan alkatú színésznő, mint ön, aki már prózát is nagyon sokat játszott, volt már szubrett is, tulajdonképpen minden volt. Napjainkban nagyon nagy divat a musical. Hogy áll ön a musicalekhez? Nagyon szeretem, nagyon tisztelem, és nagyon nagy csodálója vagyok, akik ezt remekül tudják csinálni. Az én életemből kimaradt a musical, mert még fiatal volt, ez egy fiatal műfaj. Ebbe nagyon nincsenek anyák és nagymamák, szóval nehéz jó szerepeket kapni benne. Nehogy nem egy My Fair Lady-ben. A My Fair Lady az egy klasszikus musical, az nem olyan, mint a mostaniak. De két-három musicalt játszottam az életemben, mert nem is vagyok alkalmas hangilag rá. Az én hangom az operetre, másképpen énekelek, mint ahogy a musicalbe kell, de még így is kaptam az Operett Színházba például egy parádés szerepet, a Zsófia főhercegnőt az Elizabethben. Az viszont fantasztikus volt. Honnan tudta, hogy az Elizabeth a kedvencem, és az Elizabethet megnéztem már Shanghai-ba, megnéztem már Tokióba, megnéztem Münchenbe, megnéztem tele, szinte mindenhol. És értem az Operett Színházba, nem? Ugye? Az Operett Színházba nem jutottam el. Nagyon sajnálhatja, mert egy olyan fantasztikus előadás, rendezés, és olyan szereplőgárda volt benne. Én a felújításba léptem be, és ezt a szerepet Molnár Piroska játszotta annak idején. A Zsófia főhercegnő tudjuk, hogy egy nagyon határozott, kemény, nem szerethető figura. De lehet életni, ő ott van, ő egy oszlopos hát darabja. Hogyne, nagyon is meghatározó. És eleinte féltem is, hogy vajon a közösség vajon, de ha jól csinálja az ember, akkor ugyanolyan nagy tapsot kap, mintha, mit tudom én, egy ilyen édes helyes játszana. Nagyon örültem ennek a szerepnek, és a második pedig a Webernél volt a Mozart című musicalbe, és abban is játszottam. Szóval szeretek én kirándulni ilyen berkeve, és hát imádom, ahogy a fiatalság vesz körül, és nagyon tehetséges emberekkel vagyok körben. A férje imád színházba járni, és feltételezem, hogy ön el is kíséri. Miket láttak? Igen, van, hogy mondjuk jószerivel együtt megyünk színházba, de vannak olyan darabok, amikre ő egyedül megy el, mert én nem nagyon szeretném megnézni, és akkor ő elmegy egyedül megnézni. És van olyan is, hogy én nem akarom őt oda cipelni az Operett Színház összes előadására, én viszont nagyon kíváncsi vagyok rá, és elmegyek a többiek premierjére, hiszen oda tartozónak érzem magam, és ők befogadtak engem, és nagyon nagy szeretettel vesznek körül, tehát én is kíváncsi vagyok, hogy a másik mit csinál. Most, hogy egy új igazgatója van az Operett Színháznak lassan második éve. Igen. Ez érezhető? Mondjuk az előző igazgató most a művészeti igazgató, tehát az ő szelleme az ott van. Ó, hogyne. Az ő szelleme ott van, természetesen, és a Lőrinczi György főigazgató úr, ő pedig nem úgy... Egy igazi menedzser. Igen, nem úgy
új ő ott, hogy senki nem ismerte, mert mindannyian ismertük őt, hiszen ő akkor is ott volt, amikor a Kerényi Miklós Gábor volt az igazgató. Persze, ő remekül tudja csinálni a dolgát. És ezek az óriási külföldi vendégszereplésekben nagy mértékben benne van az ő tevékenysége, és a tudása, és az a fajta, hogy mondjam, menedzser igazgatósága, amit remekül csinál. Művész. És nagyon, hogy mondjam, empatikus a régi színészekkel, egyáltalában egy ilyen folyamatos gesztusa van, ami nagyon jó érzés. A régieknek is, az idősebbeknek is. Ilyen apróságok, hogy meghívja őket akármilyen előadásra, hogy egy szál virág van az idősebbnek odatéve. Szóval tehát azt én azt mondani, mondom, hogy remekül mencs, csinálja. Remekül vagy csinálja. Egy abszolút ember? Abszolút, és egy úri ember. Művésznő, a most következő kérdést így vacilálok, föltegyem, de muszáj, hogy föltegyem. Ezt a műfajt valamikor halálra ítélték. Maga még Debrecenben volt, amikor az elmúlt rendszerek azt mondták, hogy na, ebből elég volt. Ma viszont az Operett Színház előtt sorbálnak a jegyekért, nem csak a külföldiek, hanem a hazaiak is. Igen. Nincs olyan előadás, ahol üresszékek lennének. Nincs. Mivel magyarázza ezt? Hát azzal, hogy ezt mindig halálra ítélték, nem csak akkor, nem csak a múlt rendszerben, vagy az 50-es évekről arról beszéljünk, mert utána azért megint én egy ratkó gyerek vagyok, úgyhogy úgy kezdtem az életet, hogy nem nagyon volt opera, de most már meg. Na, a lényeg az, hogy mindig azt mondják, hogy a haldoklék, hogy ez nem kell. Nem, ez egy réteg műfaj. Ennek mindig lesz közönsége. Ez mindig ott van, mert az emberek szórakozni akarnak, el akarják felejteni a napi gondjaikat. Ez mese felnőtteknek, gyönyörű zenével, káprázatos díszlettel, ruhákkal, és olyan színész egyéniségekkel, akik ezt el tudják adni. De ha nem így játsszák, ahogy most felsoroltam, és nincsen meg ebből valamelyik is, akkor rögtön elkezd inogni alatta a szék ennek a műfajnak. Mert akkor a kis csacskamesét, ami mindig csak a szerelemről szól, és általában happy end a vége, ugye, vagyis mindig az a kivétel a Mosolyországa, ahol nem, de ez csak így lehet eladni, ez csak így lehet csinálni. És tehát a maximum magas színvonalon. Abszolút. Beleértve a díszleteket, a kosztümöket. Minden. És olyan színész egyéniségek kellenek hozzá, énekesek és táncosok, akiket nem lehet csereberélni. Érti? Mert külön egyéniséggel nem mindenki tud operettet játszani, és nem is lehet mindenki operett színész. Én nem tudom, gyerekkorom nagy művésze volt, és imádtam most még öregkoromra is Rátonyi Róbert, aki az Operett Színház oszlopos tagja volt, és ő megfordult prózai színésszé vált. Erről beszéltem, és kiváló, ha van esze prózai egy színésznek. Igen. De maga is kiváló prózai színészet, és most újból felfedezte magának az operettet. Az nem baj. Az egyáltalán nem baj, mert én olyan ott vagyok a helyemen, tehát korban. Tehát az a szomorú, hogyha valaki ott ragad valamelyik szerepkörben, és elmúlnak fölötte az évek. Nem, én nem is szeretnék mondani éveket, vagy olyan neveket, mert sokszor van, sok színházba járok én, és látom, és küzdenek azért, hogy még egy kicsit, meg még nincs öreg szubrett, nincs öreg primadonna, nincs, ilyen nincsen. Ezt a műfajt csak szép fiatal embereknek találták ki, és azoknak kell játszani. Azokat a főszerepeket, amik a négyes fogat, a primadonna, szubrett, táncos, komikus, bonvivány. Az összes többi pedig van a rezonőr, van a anyaszerep, azok mindenkit a helyén kell kezelni, és akkor remek. Akkor mindenki boldog, és leginkább a közönség. Még nem gondolt arra, hogy esetleg el kéne, hogy menjen a színművészeti főiskolára, és a színészeknek egy kis kommunikációt, pszichológiát tanítson, hogy így álljanak a pályához, ahogy ön áll? Hát nézze, az ember nem jelentkezik ilyesmire. Meg életfelfogás, mert igen, itt arról van szó. Én nagyon szívesen átadnám azt, amit tudok. Akár a technikai részét, amit meg lehet tanulni.
Tehát ezt mondom, tehát amit de mondtam, bennek születni arra kell, születni és kell, hogy valakiben ez benne legyen, mint a híres, ez az X-faktor, ugye, hogy benne van az X-faktor. Szóval benne kell, hogy legyen az a különlegesség, amitől vibrál, átjön a színpadon. Meg lehet tanítani különböző dolgokra, és meg is kéne tanítani. Mert honnan tudja egy fiatal, hogy egy hosszú ruhát hogy kell viselni, hogy abban hogy ülünk, hogy állunk, hogyan fordulunk meg egy sleppes ruhába, hogy ne tekeredjen rá, hogy egy legyező használata mit jelent. Ugyanis ezek kellékek az operetben. Ezeket nem lehet modernizálni, hiszen grófok, hercegek, bárók, abban a korban játszódó mesék. De az operában is akár. Igen, igen. Tehát tudni kell, hogy egy krinolinos ruhában nem ülünk le így, mert akkor ide jön, és akkor mindent látszik. Szóval sok-sok mindent meg lehetne, hogy mit vesz föl, milyen színbe jelenik meg egy szóbrett. Tudni kell, ha már a jelmeztervező nem tudja, mert éppen olyan művészi, nem tudom, mit akar. És amikor kálai művésznő megérkezik, akkor a jelmeztervezőnek beszól időnként? Én nem szólok be, de mindig is beleszóltam abba, hogy mit veszek föl. A megjelenés szerintem rettenetesen fontos, fél siker. És nem csak, és most nem arról beszélek, hogyha korhű ruhákba kell, mert abban az ember abba öltözik fel, ami korban belelkezik. Ez a legfontosabb, a belépő, az antré? Nem hogy... csak a belépő is, és utána az összes többi ruha is. Világos. Tudni kell egy színésznőnek, hogy néz ki. Mert a papír, amikor megtervezi a tervezőnő, az tudja, hogy ez a színésznő milyen. De azért ő megtervez mondjuk valamit, mert az ő úgy szeretné. Csak hogy éppen az nem áll jól annak a színésznőnek. És akkor bizony látni. Mit szól ilyenkor egy jelmeztervező? Nekem sok problémám volt már ebből. Nagy problémáim csak azt hiszem kétszer volt életemben. Nem mesélek, mert róla, de a lényeg az, hogy nem vettem fel a ruhát. És szóval, mit szólt a jelmeztervező? Hát nem köszönünk egymásnak, nem beszélünk egymásnak, nem. Ez már az operett korszakában volt? Nem. De maga győzött. Eljátszotta a szerepét, hát csak hogyne, úgy, ahogy hogyne. Gondolt. A televízióban is volt, hogy nem vettem fel egy ruhát. Igen, amit rám akartam. Ez olyan izgalmas, és olyan jó magától hallani. Hónapokkal ezelőtt egy másik televízióban megy egy műsorom 60 részes, és életemben először alá kellett írni. Az a cím, hogy a Kipa. A Kipa? Igen, az ATV-ben. Uh-huh. Én nagyon büszke vagyok rá, ez egy zsidó műsor, zsidókról, nem csak zsidónak, politika, Izrael, aktuália. Mikor megy ez? Hánykor megy? Ez a Vidám vasárnap előtt megy 10 órától, már az ismétlés van a 60 rész, és ugye öltöztető van, meg sminkes van, meg minden van, meg alá kellett írni. Stylist, ahogy mondják most. Stylist, és... Én a jókat nevettem, és fölhívtam a gyerekeimet, akik mind kicsit lezserek, hisz mind Izraelbe születtek, és könnyedén veszik a világot, és mondták, hogy abba aláírtam. Mondom, persze, hogy aláírtam, miért mit mondhatnak, hogy középen válasszam el a hajamat. És nagyon aranyosak voltak, és én soha nem gondoltam arra, hogy én azt fogom mondani, hogy én ezt a pulóvert nem szeretném fölvenni. És nem tudtam, hogy én miért nem akarom fölvenni. Én világéletemben újságíró voltam, szállodaigazgató, tehát mindig valahogy ki kellett, hogy nézek, de egy keresztbe csíkos pulóvert azt nem szerettem volna fölvenni, és mondták, jó, ha nem akarom, vagy mondtam, hogy én inkább maradnék a saját ingem, és mondták, hogy tessék maradni. És képzelj el, 2 héttel ezelőtt valaki bejött, és mondtam, na akkor most beülünk a stúdióba, és beültem egy keresztbe csíkos pulóverbe, mert véletlenül ugrottam be, és akkor rájöttem arra, hogy miért nem szabad egy 65 éves, mindjárt 65 vagyok, egy 65 éves embernek, aki nem filigrán, csak alacsony, egy keresztbe csíkos pulóverbe beülni. Rosszul lettem, és arra gondoltam, vajon mit gondolhat az a néző, és már is a kérdésnél vagyok, hogy én nem becsültem őt meg azzal, hogy egy
Hát mire gondoltam, hogy így is elmegy? Hogy azt mondják, hogy úristen, hát ilyen ízléstelen öltözködik ez, hát nem tudja, hogy mi, hogy néz ki, hogy mit lehet fölvenni. Na de egy színésznőnek ott vannak ilyen stylist szakemberek, és ilyenkor toporzékolni szokott, vagy azt mondja, hogy nem, jaj, is kész? Jaj, nem mondjon ilyet, most én rám néz, és én toporzékolok, nem, hát én nagy... 20 évesen is már színpadon volt. Soha, attól még ugyanúgy. Vagy csak határozottan azt mondja, hogy nem, és kész. És el is mondom, hogy miért nem. Én ismerem magamat, én tudom, hogy hogy nézek ki, hogy néztem ki 20, 30, 40, 50, 60 és majd 70 éves koromban. De ez elég ritka színésznőknél. Elég baj az. Ezt örökölte a lánya is? Elég baj, igen, ő is tudja, hogy hogy néz. Nem csak színésznőknek, a nőknek is kötelező lenne azt látni, amit a tükör igazán mutat. Mert az a baj, hogy a divatot majmolják sokan, és fölvesznek olyasmit, most a fiatal lányokról is amit beszélek, ami valami borzasztó. És nem értem, én a divatból mindig csak mondjuk magánéletben csak annyit veszek ki, ami nekem jól áll. Nekem van egy stílusom, én tudom, hogy hogy öltözködök, és úgy is voltam mindig. Mindig van rajtam valami, ami divatos, és de mindig olyan kála is. Igen. Én inkább egy kicsit konzervatívabb, klasszikus ruhákban hiszek, tehát amik maradandóak, amik elegánsak. Tehát ilyen mint kosztümös? Kosztümös is, de hát ugyanúgy a farmert is fölveszem egy blézerrel és a többi. De ragaszkodom a bőrcipőhöz, a bőrtáskához, a bőröfhöz és a kesztyűhöz, szóval ilyen... Egy igazi klasszikus primadonna, vagy nem olcsó, de hát azért van a férj, hogy keresse nem meg. Nem kell abból sok, mert az mindig megmarad. Kevés csak kevés, jó. De nagyon, nagyon jó legyen. A királynőnek sincsen túl sok, de ő de is hogy így nincs, él. Dehogy nincs, hogy milyen kalapjai Eliza, vannak. Milyen imádja a kalapokat? Aj, nagyon szeretnék abba járni. Biztos, hogy én egy kicsit hogy előrébb kellett volna, hogy szülessek, mert imádom a hosszú ruhát, a nagy kalapokat, a napernyő. Mint színésznő a közönséget meg szokta nézni, hogy hogy néz ki? Hát nem tudom megnézni. Hát már ha a színházban vagyok, akkor igenis. Amikor elszomorító. Színházban. Nagyon elszomorító. És akárhova megyek a világba, egyre inkább az, hogy ott mondjuk nem az, hogy megértem, hogy ugye a turista nem tud hazamenni átöltözni estére. Azért ezt van megért. Határa mindennek. Igen, de hát azért hátizsákkal bemenni egy operába. Hát szóval ez engem nagyon-nagyon zavar. Farmerba és a kolléganőm, a főszerkesztőnő, mert én nekem van ám segítségem, ő mondja, hogy tornacipőbe, farmerba, de nem, bemennek ilyen vietnámi papucsba is. Igen. A jómúlt korában vendégem volt az Operaház főigazgatója, én egy premier patkány vagyok, mert kritikákat is írok, és imádok premierre menni, akkor még nem kifort a darab, és jó, és ugyanaz a társaság szokott jönni, és néha rosszul vagyok, amikor meglátom a külföldieket, aki egy vietnámi papucsba, rövid nadrágba, meg furcsán, de jobb helyeken, mondjuk például Jeruzsálemben a Silatófolhoz, vagy Jézus születésére nem engedik ki úgy oda az embereket, akkor azokhoz az oltárokhoz, amiket úgy hívunk, hogy színház. Igen. Akkor miért? Nem tudom. Ez nagyon, nagyon fájdalmas nekem, hiszen én még ugye a régi színházat is láttam, hogy hogyan jártak egy premierre az emberek. Hosszú ruhába megadták a tiszteletet, annak az egy esemény volt. Ott arra lehetett csináltatni ruhát, oda lehetett menni szépen. Szóval az egy fenkölt dolog volt, és most olyan, úgy beesnek, úgy beugranak, olyan... A férje hagyja, hogy öltöztesse? A férjemet én egyetlen egyszer öltöztettem, amikor összekerültünk. Akkor az összes ruháját lecseréltük. Az összes, nem a sportos ruháit, mert ő elegánsan sportosan öltözik, a mai napig is remekül, remek ízlése van, saját maga veszi magának a ruháit. Nem megtanította rá. Nem. Akkor azért cseréltük le, mert az összes zakója rosszul szabott volt, és nem bírtam. Rövid volt, szűk volt, szóval akkor azt kidobtuk, és csináltattunk neki szépes folyamatosan a ruhatárát föl, dúsítottuk, de egyébként ő magának vásárol, mondom, kitűnő. Na jó, fölnőni egy primadonna, egy színművésznőnek a férje lenni, azért azt meg kell tanulni.
Hát nézze, ez is furcsa a mi életünkben, mert én mindig azt mondom viccesen, hogy mindig alám öltözöl édesem, mikor megyünk valahova színházba. Én gyönyörűen felöltözöm, és ő mindig érti, hogy mit mondok, hogy alám öltözik, hogy amikor egyedül megy valahova, akkor csillog, villog, a legjobb szereléseket veszi föl, és mikor velem van, akkor egy kicsit úgy alám öltözik. Nem akarja beárnyékolni. Azt mondja, neked kell csillogni, édesem, de engem ez zavar. Nagyon sokszor ebből volt vitánk, de nem, ugye, nagyon nem komoly. Nem véres viták de ezek. Nagyon édes ő, nagyon szeretem. Azt mondja el nekem, hogy ha jól számolok, akkor életéből már 50 évet leélt, még hátra van a következő 50. Mi az, amit el szeretne érni? Hisz mindannyian el szeretnénk érni, nem csak azt, hogy holnap reggel fölébredjünk, föltekintsünk az örökkévalóra, már aki hisz benne, és azt mondja, hogy Tódásaitor Árti, köszönöm, hogy fölébredhettem, megsimogatja a férjét vagy a feleségét, ma az unokákhoz megyünk, tehát egy ilyen pozitív thinking, ez ilyen nagyon hülyén amerikaiul hangzik, de jobb az, hogyha reggel nem haragszunk a világra, és tele vagyunk tervekkel. Mik a tervei az elkövetkező 50 évre? Mi az, amit még meg szeretne csinálni ezzel az 50 esztendő alatt? Bocsánatot kérek, hogy egy picit kijavítom, de azt mondták, hogy ezt nem szabad soha. Én nem 50 évet éltem le az életemből, hanem 50-et csak a pályán. Tehát én sokkal idősebb vagyok, mint amit most elmondott. Ezt csak azért muszáj elmondanom, mert akik esetleg akik ismernek, akik és tudják, hogy mondom, nézd, már letagadott 18-at. Nem tagadott le 18-at. Itt van egy objektív, ezt otthon a képernyőn látják. Jól van. És szóval... ez a tükör, ez egy igaz tükör. Nézze, én nem sokára 70 éves leszek, mondjuk 2 év múlva, de nem, az még mondtam, nagyon messze van. Jó, hát nem, az a lényeg, hogy ezt az ember megélte. Na, és 20-at nyugodtan letagadhat, és napjainkban illik 100-120 évet élni. Hát én is szeretnék másképp sokáig élni, és azt kérdezte, hogy mik a terveim. Én nekem minden napra van tervem. Én mindig valamit elhatározok, hogy megcsinálom. És ha csendesebb időszakok vannak a színházi életemben, akkor is valamit kitalálok. Mindig kitalálok, mindig tanulok valamit, mindig készülök valamire. Akkor is, hogyha nem lesz meg, akkor is, ha ezt nem fogom eljátszani, nem fogom elénekelni. Valamikor nagyon szép kertje is volt Veresegyházán. Most is, de most is gyönyörű kertem van. Most egy másik dunamenti faluban élünk. És ott is kertészkedem, tehát mindig van nekem mit csinálni, és ha valakinek van egy, nem még a lakásban is, de ha van egy háza, hát ott egy háziasszonynak mindig van kötelessége, hogy valamit csináljon. És ott van a családom, ott van édesanyám, aki 95 éves, most éppen velünk él. Szóval állandóan kell, hogy mindig kell, hogy valami terve legyen az embernek, mert akkor a szép, lassú leépülés elkezdődik. Művészileg is. Igen, igen. És hogyha nem jönnek, vagy nem szólnak, akkor igenis jelentkezni kell, igenis oda kell menni, igenis mutatni kell az embernek magát. Nálunk még nem divat az, hogy van egy ügynöke az embernek, és az viszi hozzá. Van, akinek már van, akkor éppen a toppon vannak, de akinek nincs, és mert azt hiszik, hogy hát már ennyit el volt a pályán, hát most mit zavarjuk szegényt, vagy mit tudom. Nem. Én itt vagyok, én itt vagyok, engem tehát tessék használni. Az elkövetkező 50 évben mit vár magától? Hát remélem, hogy még vannak szerepek, amik el kell, hogy játszak. Meg kell, hogy találjanak ezek a szerepek engem, mert én készülök. Tehát ez nem véletlenül jönnek ezek a dolgok az ember életében. Én biztos vagyok benne, hogy ha tényleg valaki irányít bennünket, és tényleg ki van az utunk jelölve, és látják, hogy teszünk is érte, akkor muszáj, hogy megtaláljanak ezek a dolgok. Én ebben nagyon hiszek. Ez nagyon spirituális hangzik, nagyon klassz. Azt mondja meg nekem, hogy kommunikál az unokáival, mert abból aztán mindent megtudunk. Az unokáim nagyfiúk. Amikor kisebbek voltak, sokkal többet is jártak hozzánk, hiszen jöttek a nagyihoz, és sokat is vigyáztam rájuk, nem eleget, mert én is aktív színésznő lévén nem tudtam velük sokat lenni, mint ahogy a Barbarámmal se tudtam sokat lenni, és az egy fájdalmas dolog neki is, és nekem is. De hát ilyen a színésznői sors, és a színész gyerek sors.
de az unokáimmal nagyon, nagyon édesen, vagy édesen vagyunk. Most olyan átmeneti időszak van, ugye kamaszodnak, és hát most alakulnak kis emberré, és hát remélem, hogy biztos, hogy nagyon jó viszonyban maradunk továbbra is, hiszen a szüleikkel is nagyon jó viszonyban vannak a gyerekek. Valamelyik a színészi pályára készül? Ó, nem hiszem. Hát a nagyobbik az még gimnazista, a kicsi még most 8-os, és imádja az internetet és a számítógép, őrületben van. Szerintem az ő útja az lesz. Hogy van lesz a Vitrai fiúkkal? A Vitrai fiú felnőtt emberek, nekik is gyermekeik vannak, és hát nagyon jól. Hát ahogy van a sokszoros család... nagymama. Ó, hogy ne, hát 7 unokánk van, ha összeszámoljuk a két családban születetteket. És igen, a csapat néha összejön, hogy egyszerre mindenki ott van? Volt idő, amikor igen, amikor még csak a pici gyerekek voltak meg, de miután mindenkinek lett már mindenkije, és már attól is lettek gyerekek, most már nem férünk el csak az udvaron nyáron, úgyhogy most már ezek nagyobb a... házat kéne venni. Hát nem, ez nekünk tökéletesen megfelel. Én nem vágyok nagyobbra, nem vágyok többre. Művésznő, én még órákon keresztül tudnék önnel beszélni, és a legkellemetlenebb kérdéseket föl tudnám tenni, viszont időnk lejárt, a nézők hiába mondanák, hogy de még maradjunk egy kicsit, nem lehet. Függöny, taps, következő előadás következik. Viszont arra kérem, hogy jöjjön hozzánk vissza, és ha valami mondani valója van, jöjjön és mondja el nekünk, hisz az elmúlt egy órában nézőinket odaragasztottuk a képernyőhöz, és nem kell ahhoz Vitrainak lenni, hogy tudja az ember, hogy a néző értek teszünk mindent, és van nekik, ők a zsűri elnökei, van nekik egy ilyen kis bigyó a kezükbe, amit a táv irányít, és azt mondják, hogy Breuer, elég volt belőled, zap, a másikon érdekesebb van. Így aztán én arra buzdítom önöket, hogy maradjanak velünk, hisz a 7 órás vendég után is lesz híradó, és tudniuk kell, hogy mi újság a nagyvilágban, tudniuk kell azt is, hogy Kálai Bori művésznő legközelebb hol lép föl, kövessék őt is a színházba. Köszönjük, hogy minket választottak, tehát az elmúlt órában Kálai Bori művésznő volt a vendégünk, aki ugyan már 50 éve van a színpadon, de nyugodtan mondhatja, hogy még 50 éves sincsen, látták, ez az objektivitás, legközelebb is tartsanak velünk, járjanak sokat, akár az Operett Színházba is, hisz akik azt mondják, hogy az nem művészet, azok nem tudják, hogy mi az igazi művészet. Köszönjük, hogy minket választottak, a viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.